csak el ne felejtsük átmásolni. Igen, úgyis el fogjuk. Tudom, azért mondom, hogy... Akkor jó! Na, fussunk neki. Szaladjunk neki, mert semmi se lehet. Zuhányunk neki. Most betont kevernek itt. Igen. Ha egy iparterületen veszed föl a mondandódat, akkor ez ilyen. Szevasztok srácok, én Jan vagyok, mellettem BB. Sziasztok! Ez pedig itt a fülelő. Megint kurva régen voltunk. De ez hazugság! De nem, ez most nem hazugság. Most nem hazugság, tényleg nagyon régen voltunk. És nem is ígérnénk azt, hogy visszatérünk az egyheti vagy kétheti frisselőkre. Egyrészt az uborka szezon miatt, ami beköszönteni látszik. Igen. Tehát egy nagyítóval fogtuk össze, mi az, amiről beszélni fogunk, és nem lett sok. De majd igyekszünk elhúzni, hogy szoktunk. Másrészt, annyi minden történik, és tehát így, mint fülelővel, és mint velünk így civilként is, vagy hogy mondjam ezt, amúgy is civilek vagyunk. Szóval annyi minden történik, hogy egészen hektikus életünk lett így az elmúlt Mozgalmas egy hónapban. Igen. Tehát gyakorlatilag önmagunkat nem érjük utol semmivel, úgyhogy minden lesz, amikor lesz. Ezt így ki lehet jelenteni. De az biztos. De az biztos. Se előbb, se kés. Szép, köszönöm. Jó, hogy itt vagy. Tudom, meleg van. Ja, hát kihívásan gondoltam, itt lejövök ide, aztán egy sárga fotel, beülök, aztán mondok valamit. Na de, zuhanyunk is neki a frisselőnek. Igazából jó hírekről nem nagyon tudunk beszámolni. Hát igen. Mert hogy folyamatosan mondják vissza még az itthoni turnékat is a zenekarok, legutóbb például a New Friend requestesek mondták vissza az október 17-től megmaradt, erre az évre megmaradt koncertjeiket. Október 9-én még egyet játszanak, és onnantól kezdve semmi nem lesz, ők elvonulnak pihenőre. Azt ígérték, hogy nem maradnak teljesen csöndbe, lesznek hírek és történések a zenekar háza tájáról, viszont élőben csak jövőre. Ugyanúgy, ahogy például a Fish is lemondta a parkos buli után az egész éves koncertre, nem repertoárt, hanem felhozatalt. És ugyanúgy, ahogy múltkori frisselőben, bocsánat. A kiosztott Bíbor szívet, azt így veszük vissza a Depiéktől. Lehetett sejteni igazából, hogy ez a turné, ez elég, hogy mondjam, utopisztikus vagy idealisztikus volt lekonfirmálni. Elvileg most ők abban reménykednek még, hogy az év utolsó két buliát meg tudják tartani, mert az egyik ugye Pest, azt hiszem, ha jól emlékszem, igen. De igazából nagyon-nagyon nagy részét bebukták ők is. Így van, így van. Szóval mindenkire rájár a rúd. Ez van. Én azt tudom erre mondani egyébként, hogy ugye maszba kell lenni bent, meg 11-kor kidobnak mindenkit a helyekről, de én most ugye voltam a múlt héten, és élhető, tehát működik a dolog. Most talán lesz az underground zenekaroknak egy kis térnyerési lehetőség, hogy a nagyok ugye lemondanak mindent, viszont nem szüntetik be a koncertezési lehetőségeket, tehát a kicsik előtt egy picit talán megnyílik az út, hogy menjenek, és bíztatunk mindenkit, hogy menjetek koncertekre, van, támogassuk az undergroundot. Amúgy is volt egy, nem tudom már melyik videó alatt, de volt egy kommentelővel egy beszélgetésem, hogy sokkal jobban megéri igazából audio élmény szempontjából föld alatti underground zenekarok koncertjeire járni, mint befutott nagy csapatokéra, mert példaértékű, nem egyszer sokkal jobb zenészeket látunk. Igen, ez egyértelmű. És példaértékű nagyon sok esetben az alázat, ahogy ők komolyan veszik ezt az egészet, és így zenélnek tényleg annak a 20 embernek is, mint hogyha az életük múlna rajta, és én esküszöm végén 2011-2013 tájéken, ezek miatt a zenekarok miatt jártam be Tatabányán a Roxyba mulatni, nem a nagy zenekarokra mentem, hanem a kicsikre mindig. Éjfényre például, egyik legjobb magyar csapat és világ csúfsága, bazd meg, hogy öten se voltak körülbelül velem együtt, de mindegy. Látod, és én is múlt héten elmentem Stop Bad-ra, ahelyett, hogy elmentem volna Down for Whatever lemezbemutatóra, úgyhogy... Oda is hívtak?
oda is hívtak, de maradt a Stubbed, egyrészt ők előbb hívtak, másrészt meg ez egy ötzenekaros kis megborulás volt, és sokkal több lehetőséget láttam benne, mint a Kikiékbe, akiket már amúgy is sokszor láttam, amúgy is fogok még. Úgyhogy király kis este volt, majd lesz, már volt, ezt engedjük el, király kis majd este lesz, volt. Majd lesz, amikor lesz, igen. Úgyhogy járjatok kis zenekarokra, kis klubokba, undergroundra, elbúcsúztam a Dürertől is, úgyhogy... Uh-huh. Úgyhogy ja, ennyi. Járjatok kis zenekarokra, meg járjatok. Járjatok polkát. Csonka polka. Polka twist? Ezek dalok? Csicsóka polka. A hivatalos AC/DC weboldalon hamar megjelent, majd el is tűnt néhány kép, illetve kettő darab kép, amik az AC/DC új videoklipjének a forgatásán készültek, és amelyen majdnem a klasszikus felállás látható, ugye Malcolm kivételével, aki Stevie Young helyettesített, tehát úgymond családban marad a történet, és ebben benne van az is, hogy visszatért Rudas Fülöp, azaz Phil Rudd, akinek lezárult a büntető, ugye ezért tudott csatlakozni, tehát Chris Slade másodjára is úgymond ki lett akkor búlítva az ausztrál Boogie Rock Brigádból. Most nagyon nagy kérdés, hogy most szándékosan elhúzták a mézes madzagot, hogy hivatalosan oda kirakták, eltüntették. A fene tudja. Vagy Baki, de most... Ne, szerintem nem Baki. Szerintem se, persze, hát nyilvánvaló. Kell egy kis csontot dobni a bajomunkat, ami lehet rágódni. És hát elég régen volt már új AC/DC lemez, úgyhogy... Igen, a Rock or Bust volt, azt hiszem 2014-es talán. Azaz. Tehát most beálltak erre a 6 évre, talán idén kijön, nem biztos. Nem fog kijönni jövőre. Érdekesség egyébként, hogy az egyelőre még cím nélküli új lemez összes nótájában hallható lesz Malcolm. Uh-huh. Ugyanis ezeket a dalokat még a Black Ice dalszerzési periódusa közben rögzítették, illetve ezeket a dalötleteket. És meg tudtak menteni akár csak ugye a posthumus, ide kirakjuk őket, igen. Akár csak ugye a Wayne Static gitár témái közül, innen is meg tudtak menteni lemezre valót Malcolm cuccai közül, úgyhogy ő is szerepelni fog a lemezen. És várjuk. Várjuk, bizony. Jó, mindig jó. Várjuk, bizony. És amit még várunk, ami tavaly már volt, de még lehet, hogy lesz, hamarabb, mint az előző. De ez szigorúan csak pletyka, ugyebár. Igen. Hogy a Rammstein tagjait látták, vagy hogy mi az, lefotózták, vagy fotókat raktak ki itt is, vagy mi volt, bocsánat. Látták a tagokat. Igen, na ugye? Saint-Rémy de Provence településen. Spanyolos voltam még mindig, tehát lehet, hogy így a kevés kagyló tettem ma ahhoz valószínűleg, hogy ezt ki tudjam mondani helyesen. La Fabrique stúdió, ez még nagyjából úgy megy. Fabrique. Az. Hanciásan. És a Rammstein World hajongói oldal. Az. Tanúsága szerint a stábtagok Dél-Franciaországban készült fotókat posztoltak közösségi oldalakra. Ma már ott tartunk, hogy ez is hiteles forrás. Igen. Én ezt kérdeztem épp az előbb BB-től, hogy nem igaz, hogy még stúdiózni stábban járnak, tehát hogy ez annyira, nem is tudom, nem azt mondom, hogy fellengzős, vagy nem azt mondom, csak hogy, tehát érted, én láttam a Matt Greinert, hogy stúdiózik, fogta a lábdobját, az berakta, tehát érted, mit mondok? Hogy nem volt stábtag, meg semmi, hanem ő fogta és így bevitte a kis csüket szobába. És akkor oda ment a stúdiós emberke, bemikrofonozta és kész. Mint ahogy te is bemennél és beraknád a saját dobodat. Elég vicces lenne, hogy... Na mindegy. Nulla lemezt adott csapatnak a dobosaként és tárba vonulok be stúdióhoz. De nem azért, tehát most a Matt Greiner, ő azért mondjuk, na érted. Hát jó, de gondolom a Christoph Schneider már nem akar ezzel foglalkozni, tehát... De ezt iridlem azért. Nem tudom, hogy mi ennek a háttere, de mondjuk az is igaz, hogy tényleg az ilyen nagy zenekaroknál saját emberrel mennek, tehát hogy nem bízzák a stúdiós
emberekre teszem azt a bemikrofonozást, hanem a dobösszerakást, például a dobtechnikus biztos, hogy van a Schneider. Talán még külön van, aki a lábdobot, meg külön, aki a pergőt mikrofonozza. Külön van, aki leúrik a Saint-Rémy de Provence-i Starbucks-ba, hangszervoltba bőröket venni, mert külön van, aki hordja haza a cintányért, meg a dobverőt, tehát így gondolom mindenre van külön ember, mindenkinek megvan a feladata, nem szól a fáma arról, mekkora a stáb, ez lehet érted, hogy két emberes stáb is stábban az meg. Tényleg, mondjuk az is igaz. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy valószínűsíthető, hogy a Rammstein stúdiózik. Igen. Vagy nyaral. Tehát ez a két lehetőség van. És mellé stúdióznak. Ja, igen. De nem, mert a nyaralásra csak nem minden stábtagot érted. Pont azt gondoltam, hogy... Ez legalább azt nem áll. Jó, nagy család, nagy néni, nagy belső, amikor nem csak így az asszony meg a gyerekeket nyalábolod fel a csomagtartóba, aztán mész, hanem elviszed, mit tudom én, anyós tapost. Mint a heves megye ródjai DVD-n, amikor ülnek a tűz körül, és akkor ott vannak a ródok is. Nem csak a ród, hanem a ródok is ott van. A ród ródjai? Igen. Na mindegy. Szóval ez a pletyka járja az internetet, nagyon kíváncsiak vagyunk, mert ugye 10 évet kellett várni az előző tavaly megjelent Rammstein lemezre, most meg 2 év alatt összepakolnak egy újat, lehet, hogy még jobb lesz. Na mindegy. Na Rammstein soha nem a tempós lemez készítéséről volt híres, tehát... Hát nem. Pozitív-negatív rovatunkból a pozitívat most én szolgáltatom, ugyanis 11 év után új lemezzel jön elő a Macskanadrág zenekar, akik egyébként nem csak ezért voltak mostanában így köztémában, hanem azért is, mert a Figula Gergő kilépett ismét az Alvinból, hogy több ideje legyen családozni, majd visszalépett a Macskanadrágba. Tehát, hogy... Ó! Jó, nyilván a Macskanadrág fele annyit se koncertezik, meg fele annyit se zenél, mint az Alvinék, de most így állnak a dolgok. És ami ennél sokkal fontosabb, hogy jövő hét pénteken, október 9-én jön az új lemez, Pénzt és életet címmel, és hát az indító dalt azt meghagynám neked, hogy... Én amikor megláttam a dallistát, a lemez nyitó dal, állatkínzó a kurva anyán. Milyen szép, nem? Tehát please, mondd, de van még egy kulykapénz. Fangli húr és mész, ami neked akadt meg a szemed. Nem tudom, mi az a fangli. Tehát... Nem voltál kőműves? Nem. Melyik az a fangli? Az a... ilyen... tálszerű, nyeles tál, amivel a... Ja, tudom! Baszod fel a falra. Vakolótál. Hát, fangli, bazd meg. Mi van? Bőrcsészek volt. Mi van? Vakolótál, bazd meg. Szép, magyarosan. Srácok, vakolótál, húr és mész, jó? Még van egy hét, vissza kell írni a nyomdából az összes lemezt és átírni rajta. Magyarok vagyunk a kurva életbe. Pont. Igen. Részeg minden. És 19-re lapot. De elnézzük nekik, rájuk hagyjuk, nem? Ennyi. És most már majdnem az összes, ezért dalcímet kiforgattuk a lemezről. Olyan antiszoc vagy. Na. Szép. Szóval jövő héten új Macskanadrág lemez. Én mindenképpen rámegyek, nem tudom, hogy kibeszélő lesz belőle, vagy csak írás a blogon, de valami lesz belőle, mert én imádom a Macskanadrágot. Én már régen sem tudtam hova tenni Garfieldéket, úgyhogy lehet, hogy erre csak írni fogsz. Azt kell mondjam. De figyelj, ha nagyon lelkendezel, akkor még bármi lehet. Jó. Adsz egy kis pulykapénzt. Jó. De az én csajomat nem adom. A mínusz az meg, hát 2 darab haláleset. Mert most már párosával jönnek. Igen, igen, sajnálatos módon. Egy komplet ritmus szekcióban lett gazdagabb az égi zenekar. Ugyanis eltávozott közülünk basszusgitáros Brent Young, aki a Trivium első lemezén az Ember to Infernon hallható. Meg a Blue Demon, azt hiszem. És ugye az első lemez után jött Gregolettó a csapatba, akivel azóta is teljes a felállás.
És 37 éves. Igen. Volt, basszus. Igen, tehát ez megint egy olyan, hogy nem volt igazából ő nagy hatású zenész, úgymond, mert azon kívül, az Embert új Infernon kívül nem sok mindent rakott le zeneileg, de azért mégiscsak imádjuk annyira a Triviumot mind a kette, hogy ez szíven baszott minket. A másik pedig az, hogy 73 éves korában legyőzte a prostatarák Lee Kerslake-et, a Uriah Heep és Ozzy Osbourne volt dobosát. És már nem számoljuk, hogy hányadik dobos. Igen, tényleg nem tudom már, bassza meg, tehát... Bár én még Neil Peart halálhíréből se tértem magamhoz. Na jó. Megmondom őszintén, és az januárban volt. Tehát, hogy... De... Már elég 2020-ból baznak, komolyan mondom, tehát jó dolgok alig történnek, az a szar meg ömlik. Igen. Innen már igen, csak jobb igen. Lehet, én esküszöm. Jó, mondjuk... Jövőre már szerintem tuti, hogy muszáj, hogy jobb legyen. Tehát nem lehet az, hogy így megy lefelé minden, és nem állunk meg. Tehát muszáj már, hogy igen. Jobb legyen valamikor. Igen. Talán jobb lesz. Bár, hogyha hihetünk Anders Fridénnek, ő szerinte nem... Nem csak idén, hanem jövőre fog változni a helyzet, igen. Csak mindenképp szeretném bocsánat. Volna, hogy kimondhassad. Én kérek elnézést. Igen, hát nagyon reméljük, hogy nem neki és nem Rob Flynnnek lesz igaza, aki meg ugye azt mondja, hogy 24-et mondtad. Igen. Jó, de ő most beleborult ebbe a Blacklist Matterbe, tehát ő neki a szavára nem nagyon szabad adni, én azt gondolom. Meg különben is ő 30 Seconds to Mars-ot énekelt a múltkor livestreamen, és jaj, atya úristen. Igen, azt mondod? Én nem mertem megnézni, csak tovább küldtem neked, mert tudtam, hogy te megfogod. És sejtettem, fájdalmas volt. Fájdalmas nagyon fájdalmas. És sejtettem, mire számít, nem mertem megnyitni, bassz, meg komolyan mondom, tehát... Ne is, egyébként ne is. De most már richtig megnézem. És egyébként, hogy pozitívval zárjuk a napot. Igen. Itt. The assist. Kaptunk megint egy izét, postát. Megint letakarom, hogy ne tudjatok megtalálni és dobálni kakival az ablakomat. De úgy se ott lakik. Igen. Ja, az meg a másik, hogy már nem ott lakom. De kaptunk egy ilyen gyönyörűséget, úgyhogy unboxolunk is, hogy dur. Egy Altárfest könyv. Bakó Mihály borítóképével és Sánta László írása, aki egyébként ugye a szervező is. És mivel nem tudom, mikor valamelyik frissben megemlítettük őket, az Alpárfesztet, igen, még augusztus végén, aztán pár nappal később visszamondták az egész fesztet. Igen. Szóval reméljük nem mi hoztuk rosszul ment a fesztre, de... De az a lényeg, hogy kaptunk tőlük egy könyvet, illetve egy ígéretet, vagyis egy meghívást, hogy amennyiben jövőre lesz Alpárfeszt, akkor menjünk le és hupákoljunk ott egy kicsit. Örömmel, köszönjük és hát szépen. Nagyon szépen köszönjük és baromira örömmel, ezt meg mindenképpen el fogjuk olvasni, mert én tökre szeretem a zenei témájú könyveket. És utána meg egyértelműen megy majd ki a büszkeség polcra, amit lassan bővíteni kell, mert kurvára nem fér. Meglehetősen zsúfolt. Igen. Még a recvampos pólót se raktam ki, baszki, mert nem fér el. Úgyhogy, srácok, megvan, becsületben őrzöm az erősítőm tetején, csak nem fér oda, úgyhogy bővíteni kell a pócot, és utána lesz. Én hordani fogom. Meg ez is. Ennyi nem kerül ki. Nem, tied nem. Ez ennyi nem. Mondjuk én is voltam már benne, nem is tudom hol, úgyhogy jó helyre került, köszönjük így még van. Egyszer. És hát nagyjából ennyik voltunk mára. Szóljatok hozzá bármihez, bárhol, bármikor, aztán dumcsizunk. Ja. Írjatok, iratkozzatok, harangozzatok, aztán ciao. Ciao. Már ki tudja, ja. Egy Rammsteinné basz meg, Tilott is főgyújtja magát a süket szobába. Úgy megy jól az üvöltés, na. Azaz. Állatkízó a kurva anyád, mi a fasz?
Az igen. Pulyka, pulyka pénz! Ilyen dalok ezek, te! Jézus Isten!